Acél, húsgolyó, Koenigsegg, vagy mondjuk csak Volvo, Ikea. Csupa olyan dolog, amit elmondhatunk a svédekről, és amikor hozzátesszük azt, hogy Jace, akkor egy újabb tényezőt kapunk, ami kiegészíti az egyszerű és mégis frappánsan megoldott eszközök listáját. Néhány évvel ezelőtt egy csávó, akit Dr. Dre-nek hívnak, elindított valamit, amit most már gyűjtőnéven csak divatfejhallgatónak hívunk, és neves, névtelen márkák ki akarják venni a részüket ebből a tortából. A kezemben lévő tortaszelet az inkább utóbbihez, a névtelen kategóriához lehetne sorolható. Tulajdonképpen a Jace egy viszonylag kicsi manufaktúra, viszonylag szűk termékkínálattal, viszont pontosan azokat a paramétereket vették célba, és pontosan azokat a jellemzőket próbálták megtestesíteni, amikre ma igény van egy felső-közép kategóriás, utcai felhasználatra szánt, úgymond mobil fejhallgatóban. A Jace formavilága olyannyira letisztult, hogy ha azt mondanák egy óvodás gyereknek, tessék Pistike, itt van egy filctól, itt van egy papír, rajzolj le nekem egy fejhallgatót, akkor az valószínűleg ugyanígy néz neki. Na jó, azért nem biztos, hogy ennyire szép lenne, de nagyon egyszerű dizájn kapunk, teljesen lényegre törően, és egy mondhatni időtlen stílust. Hogyha a 60-as években skifit forgattam volna, akkor valószínűleg az űrhajón lévő személyzetnek is ilyet tettem volna a nyakába, mert ez egy időtlen, ez egy stílusszerű, egy ikonszerű megjelenés, ami tulajdonképpen egy mai technokrata társadalomban elvárás. De térjünk rá a lényegre, ez a fejhallgató itt éppen fehér színű, szerencsére másfajta tónusukban is hozzáférhetünk, ez egyértelműen eléggé csajosra sikerült, de ez nem is akkora baj, legalább ők is jól járnak. Egyéb iránt a külső ránézésre műanyag, pontosabban szilikon, ami itt ez a gumírozott réteg itt borítja a fejpántot. Most jön a meglepetés, ugyanis a gumírozott, műanyagos, szilikonos külső alatt acél belső rejtőzik, úgyhogy gyakorlatilag nagyon sok mindent elbír a UJace, ami hosszú távon nyilván előnyére válik. Mindazonáltal ezt a masszivitást, ezt a strapabíróságot soha egy pillanatra sem látjuk meg sehol a külsején, és tulajdonképpen ez is az előnyei közé tartozik, hogy az időtállóság az nem megy a dizájn rovására. Az egyetlen fizikai hátrány, amit esetleg megemlíthetnénk, hogy a fejhallgató nem összecsukható. Ez nem egy olyan nagy típus, ez a fülre fekvő kategória. Meglehetősen kompakt, ami azt illeti, nem áll el két oldalra. Most nyilván itt a fejemen lévő fehér sáv az inkább hajrávként funkcionálna, hogyha hölgy hozzátartozó lennék, de ettől függetlenül egy kicsit hiányoltuk, hogy nem összecsukható. Reméljük, hogy a következő típus már az lesz. Illetve figyelembe véve a 60-70 ezer forintos RC-dulát, ebben a kategóriában már esetleg elvárhatnánk egy kemény falú, cipzáros védőtokot, ezzel szemben egy sima fekete vázon szütyőt mellékelt a gyártó. Nyilván ez nem befolyásolja a termék minőségét, csak egy kicsi apróság. Viszont, ami abszolút példaértékű, és tényleg nem hinné az ember, hogy mennyire számít, de a kábel, ez egyike azoknak a kábeleknek, amiket szinte képtelenség elérni, hogy összegubancolódjon. Bármit csinálunk vele, gyakorlatilag mindig ilyen rugalmas marad, köszönhetően a benne lévő kevlár merevítésnek, úgyhogy, ja és ráadásul moduláris, úgyhogy ha bármi probléma van vele, akkor ez hosszú távon cserélhető, ugyanakkor nekünk a néhány hétig tartó tesztelés után sikerült elhinni azt, hogy ez még bírni fogja jó sokáig. A gyártó elmondása szerint a UJace-ben japán gyártmájú sejem hangszóró található. Lényeg a lényeg, hogy nem hifi elektronikákhoz optimalizálták ezt a fülest, hanem mobileszközökhöz, úgyhogy egy iPhone-ról jól kell szólnia. Egyébként jól szól ténylegesen. Tipikusan azt a hangot kapjuk tőle, ami a jobban sikerült divat fejhallgatóktól már megszokottá vált. Kicsit sejmes, kicsit puha, kicsit lágy karakter. További érdekesség, hogy a viszonylag puha basszusok érzete az olyan, mintha a hangokban közrejátszana a párna puhasága is. Ténylegesen nem érezzük annyira kíméletlennek és nyersnek a fejhallgató karakterét, inkább egy kicsit olyan lágyabb. Tényleg ez a legjobb szó rá, hogy puha érzetű az alsó frekvenciás közlésmód. Ennek az az oka, hogy a hangszórók körül helyeztek még egy apró, vékony
sávot, egy kis nyílás öleli körbe a hangszórókamrát, és ezen a nyíláson gyakorlatilag egyenesen a párnába érkeznek az alsó frekvenciák, és a párnán keresztül halljuk meg a basszusokat. Úgyhogy gyakorlatilag a hang az érzettel egy kicsit összeolvad. Ez röviden és tömören a UJace, amiről kimerítő és részletes cikket írtunk. El tudjátok olvasni, fönt van a cikk, kattintsatok a linkre, itt van a videó alatt. Hogyha pedig további hifi és házimozi, fülhallgató, fejhallgató újdonságról vagytok kíváncsiak, akkor gyertek vissza máskor is. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, hogyha még nem tettétek meg, és próbáljátok ki a UJace, hogyha egy jól sikerült utcai fejhallgatót szeretnétek hallani. Sziasztok!